Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Megérkezett stúdiónk vendége, Lévai Jánosné, önkormányzati képviselő. Köszöntöm itt a rádióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretetek, üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Az elmúlt hetekben olvashattunk arról, hogy 4 városrészben is közvilágítás fejlesztés történt, és ez a 4 városrész az ön körzetében van, ha jól tudom. Beszéljünk erről, hogy egyáltalán hány lámpatest került kihelyezésre, és minek köszönhető ez a közvilágítás fejlesztés. Először is szeretném megköszönni a megtisztelő meghívásukat. A 11-es egyéni választókerület 4 városrészből tevődik össze, Műkertváros, Rendőrfalu, Kósafalu és Muszáj. Ez közel több mint 6000 választópolgár, 6 és 7000 között van, ebből a legtöbben Műkertvárosban élnek, 4000-en, és a másik 3 városrészben körülbelül 3000-en. Hosszú igénye volt felém a lakosságnak, és polgármester asszony felé és a városvezetés felé már évek óta volt kérés részemről, hogy ne csak a belső városrészek fejlődjenek, hanem a külső városrészek is jelen esetben, és ami a témánk, a közvilágítás. Nagyon örülök annak, hogy polgármester asszony támogatta a városrész lakóinak kérését, és az én kérésemet is, és tavaly évben 2023-ban 20 darab lámpatestet kapott a két városrészen, Műkertváros és Rendőrfalu, ebben az évben pedig 98 lámpatestet, amely már kihelyezésre került. Ebből Műkertváros 43-at, Rendőrfalu 34-et, Kósafalu 8-at, és Muszáj városrész pedig 13-at. Szeretném elmondani, hogy problémát jelent a városrészeimben az is, hogy vannak olyan utcák, például a Tündérfürt utca, vagy a Pipacsmező utca a Kósafaluban, ahol nincs kiépített vezeték, ide pedig napelemes lámpatestet terveztünk. Korábban a Tündérfürt utcába 2 napelemes lámpatest került kihelyezésre, 2 héttel ezelőtt pedig a Tündérfürt utcában 4, és ígéretet kaptam arra, hogy ősszel, körülbelül szeptember körül Kósafaluban, Pipacsmező utcába is 2 napelemes lámpatestet helyezünk ki. Én azt gondolom, hogy a közbiztonságnál, meg egyáltalán az emberek közérzeténél nagyon-nagyon fontos az, hogy világos utcákban térjenek haza este, meg gyerekeket viszik óvodából, bölcsödéből haza, és teljesen más az emberek közérzete, és szeretném megköszönni azon jelzéseket, amelyeket Facebookon, interneten, telefonon kaptam a lakosság részéről, és örülnek ennek a közvilágítás fejlesztésnek. Azt gondolom, a 4 városrészben nem csak a közvilágítás fejlesztéséről beszélhetünk, hanem akár az egyes városrészek elmúlt időszakban történt fejlesztéseiről is egy átfogó képet kaphatunk most. Melyik városrészsel kezdjük? Hát én azt gondolom, hogy a legnagyobbal, a Műkertvárossal. Megújult a Műkertvárosi általános iskola. Hőszigetelést kapott, új nyilászárókat, természetesen itt is még fejlesztésre szorul az intézmény, de várunk egy következő pályázatot, várjuk a tornaterem elindítását is, erre is megvan rá a pályázat, és meg el is bírálták. Én bízom benne, hogy ez is a közeljövőben megépülésre kerül. Valamint a Csokor utcai óvoda megszépült. Hát teljesen más a szülőknek, a gyerekeknek, az ott dolgozóknak a komfort érzése, amikor egy nagyon szép felújított, meleg, hangulatos, nagyon-nagyon szép óvodába lép be az ember. És nyilván nem csak a közintézmények épülnek folyamatosan a városrészeimben, hanem egyéb infrastruktúrával is bővül a városrész. Ami nagyon nagy dolgot jelentett a Műkertváros lakóinak, hogy teljes ivóvízhálózat fejlesztésre került. Tehát tisztább, igaz, hogy ez némi útfelbontással is járt, de hál' Istennek a kivitelező helyre állította ezen útszakaszokat, valamint 2 nagyobb beruházás volt, az egyik a Mártírok útja teljes hosszában, a Sorompótól a Kéberberg útig való felújítása, valamint mellette egy nagyon szép járda szakasz épült ki a Műkertvárosban. Itt még megemlítem, hogy a sportparkot is fogjuk fejleszteni, ami a Vadasparkban található, ott mellette van egy játszótér, a Gizella tér mögött van egy mini játszótér, ami szintén kapott most 2 játszóeszközt, ugyanis nem mindenki jár a Vadasparki játszótérre,
akinek közelebb van a lakásához a mini játszótér, és főleg a pici gyerekeket viszik a másik játszótérre. A sportparkot majd később még fogjuk fejleszteni. Néhány padot helyeztünk ki a Műkertvárosban, mert igényként merült föl, hogy megszépültek a buszvárok. Tehát új buszvárot kapott Mártirok útján 3-at, Csokor utcán 2 új buszvárunk van. És én azt gondolom, hogy amikor egy idős ember bevásárol, akkor jó a padon megpihenni, és helyeztünk ki a buszváron mellé padot is. Tehát ami azt jelenti, hogy nem csak akkor használják az idős emberek a padot, amikor utaznak valahova, leszállnak, vagy szeretnének felszállni, hanem akkor is, amikor bevásárolnak, és akkor megpihennek az úton. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések minden Műkertvárosi lakó közérzetét javítják. Sokszor kapok olyan jelzést, hogy a járdán megáll a víz, akkor természetesen ennek egy hosszabb átfutási ideje van, mire ez célba ér, tehát hónapok telnek el, mire a kivitelezőt, a beruházót, a költséget megtaláljuk rá, de én nagyon hálás vagyok polgármesternek azért, hogy a kéréseimet nagyon nagy részben elfogadja és támogatja. Nagyon örülök annak, hogy térfigyelő kamera szempontjából is egyre jobb a Műkertváros. Tehát a Vadas Park mellett van, meg máshol is van térfigyelő kamera, ami szintén az emberek közbiztonságát javítja, és az is arra is jó a térfigyelő kamera, hogy a sebességet jobban betartják az emberek, ha látják, hogy ott térfigyelő kamera esetleg mérheti az ő sebességüket. Megoldásra vár még, ami a Platán és a Levendol otthonhoz vezető út. Na most sikerült megtudni, hogy az nem önkormányzati út. Tehát az a vasúthoz tartozik, és ezt nyilván azok az emberek, akik ott élnek, vagy látogatják a két szociális otthonban lévő hozzátartozóit, akkor lehet, hogy esetleg méltatlankodik, hogy hű, de rossz ez az út, de önkormányzat a saját útjait tudja felújítani, és sem az állami közutat, sem más kezelésben lévő utat nem tud felújítani. Ami nagyon fontos számomra, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő években sikerül megvalósítani, az azon gyalogátkelő helyeket, amelyek, ahol nagy a forgalom, és igény van. Gondolok itt például a Klebersberg úton, amikor mennek a gyerekek az iskolába, tehát el kell menni a lámpáig, és csak ott tud átmenni biztonságosan a család, mert nem jár mindenki tömegközlekedéssel. Vagy például gondolok arra, hogy a Mártirok útján, a Segesvár és a Tüzér utcánál ott sincs olyan biztonságos átkelés, de a zebra kialakításának, a gyalogátkelő kialakításának fontos szabályai vannak. Tehát mind a két oldalon kell egy járdaszakasznak lennie, ki kell közvilágítani, jobban meg kell, tehát én azt gondolom, hogy én türelmet kérek az ott lév lakóktól, mert apró lépésekkel, de higgyék el, hogy a külső városrészek is fejlődnek. Vagy például gondolok a fásítási akcióra. Több helyre helyeztünk ki fákat. Nem csak amikor a vízhálózatot fejlesztettük, és hát nyilván tönkrement a járda, meg a föld, meg egyebek. Egyéb helyekre is helyezünk ki fát, mert nagyon fontos az, hogy a megfelelő oxigénellátás, meg egyáltalán az ember közérzete egy fásított, rendezett körülmények között sokkal jobb. Én szeretném megköszönni a Városüzemeltetési Kft.-nek is, és az önkormányzat műszaki osztályának vezetőjének, dr. Gajdacsi Zoltánnak is, mert például amikor a Gizella tér felújításáról beszéltünk, akkor egy emberként mindenki hozzám állt, és van Kecskeméten egy híres kertészet, aki pedig fölajánlotta, hogy rózsával beborítja néhány örökzölddel ezt a Gizella téri parkot, amely valóban felújításra szorul, de a későbbiek során nagyon komoly terveink vannak Műkertvárossal kapcsolatosan. Lévai Jánosné a vendégünk, Műkertváros, Rendőrfalu, Kósafalu és Muszáj városrészek önkormányzati képviselője. Arról beszélgetünk, hogy az egyes városrészekben milyen fejlesztések történtek az elmúlt időszakban. A következő városrészünk, amiről beszélünk, az... Rendőrfalu. A Műkertváros után a Rendőrfalu. Rendőrfalu. Tehát a Rendőrfaluban, mint említettem, kevesebb emberek laknak. Viszont az egy nagyon, nagyon jó érzés egy képviselőnek, hogy más városrészből, például a Széchenyi városból tömegesen vásárolnak lepukkant régi családi házakat viszonylag
olcsó áron, felújítják, igénybe veszik a csokot, ami a fiataloknak óriási dolog, és egy nagyon-nagyon, tehát egy kertvárosi városrészbe költöznek. Mindenféle infrastruktúra megvan a rendőrfaluban. Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, akik érzik nap mint nap, hogy a Szent László körút szintén a Halasi úttól a Matkói útig felújításra került, ez két részbe került, mert a másik rész a Kósa falut érinti, a Mindszenty körút a Halasi úttól ki a Műkertvárosi sorompóig, fejlesszük folyamatosan az újvidéktéri játszóteret. Tehát csúszda, meg hinta, és ami talán nagyon fontos, és a szülők kérésére, szintén polgármesterasszony hozzájárulásával jövő héten elindul egy olyan fejlesztés, ami biztonságot ad a szülőnek, gyereknek, tehát beleszkerítve a játszótér. Ezen kívül a Nagyvárad tér, ahol a Gulág emlékmű van, oda pedig sportparkot tervezünk, ami azt jelenti, hogy a napokban helyeznek le két focikaput, nagyméretű focikaput, és a kosárlabda palánkot áthelyezik egy másik területre, de ugyan itt ebben a Nagyvárad téren le lesz az alja betonozva, tehát akinek a kosárlabdához van affinitása, vagy szeret kosarazni, akkor itt is lehet versenyt építeni. A közvilágítás már említettem, tehát az a 34 darab, meg a tavalyi 10, az lényegesen megvilágítja rendőrfalut. Ez nem azt jelenti, hogy vannak olyan városrészek, például az Ungvári utca vége, vagy a Beregszászi utca, ahol a régi lámpatestek működnek még, viszont nem tudta a város, az egész városrészt műszakilag ellátni, viszont terveink vannak, és ígéretet is kaptunk, hogy folyamatosan néhány éven belül az összes lámpatestet az egész városba ki fogjuk cserélni. Én azt gondolom, a széchenyvárosi képviselőknek kevésbé van ilyen problémája, de akik a külső városrészben képviselők, nekik valóban az a feladatuk, hogy képviseljék a lakók érdekeit. Ami még talán említésre méltó és nagyon fontos a szülők részéről, a Szabadkai utcai óvoda, mint említettem, megújult, megszépült. És amikor az gépkocsival viszik általában a gyerekeket reggel az óvodába, nagyon nagy a forgalom a Szabadkai utcán, most már az óvodának új neve van, Mesedomb óvoda, és fantasztikus jó óvónők dolgoznak, dadák, szeretettel várják a gyerekeket, és kérésként merült föl, hogy tegyünk az óvoda elé fekvőrendőt. Tehát ez is meg lesz valószínű, hogy már a héten vagy a jövő héten, tehát én nagyon örülök annak, hogy a városvezetés odafigyel a kéréseinkre. Ami talán még nagyon fontos, hogy kb. Két évvel ezelőtt elindítottunk egy kérdőívet a rendőrfaluban, ami azt jelentette, hogy szeretnék-e, hogy lakópihenővezet legyen rendőrfalu. A visszakapott kérdőívekből több mint 90%-a kérte, hogy legyen lakópihenővezet, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a jobbkész szabály érvényesül, tehát minden út egyenrangú, stb. És ennek nagyon örülnek az emberek, de sajnos még a gépkocsival közlekedők kevésbé, mert néha egérútnak használják, ki akarják kerülni a Halasi úti lámpát, de én bízom benne, hogy a közlekedési kultúrájuk változni fog és fejlődni fog. Ami talán még nagyon fontos, és nagyon keveset beszéltünk arról, hogy több évi munkám eredménye, hogy a TRT módosításnál sikerült a terület beépíthetőségét növelni. Na most, aki ismeri, hogy a TRT, a területrendezési terv hosszú éveket vesz igénybe, mire egy-egy kérelmet elbírálnak, ez nekem is körülbelül másfél-két évet vegy igénybe, ami azt jelentette, hogy a beépíthetőség a rendőrfaluban a telek méretétől függően 30-ról 35%-ra növekedett. És azért nem mindegy, hogy 30 vagy 35%-át tudják beépíteni a területnek. Hogyan fejlődött Kósafalu városrész? Beszéljünk erről. Kósafalu. Az én városrészeim közül a leggondozottabb, a legszebb, kertészeti szempontból csodálatos a Kósafalu. Tehát aki nem ismeri, vagy aki a Vacsi közben, vagy a Széchenyváros, Hollandfaluban lakik, én
kérem azt, hogy jöjjön ki, vagy kerékpárral, vagy személygépkocsival, és nézze meg, hogy mennyire rendezettek az utcák. Az én képviselőségem alatt sikerült minden utcát aszfaltozni. A közvilágítás, itt elmondhatom, hogy olyan 80%-os. Igaz, hogy most is kapott 8 darab lámpatestet, de mivel itt jó a közvilágítás, ezért kaptak ők kevesebbet. Ami számomra nagyon fontos volt, a gyermekjátszótér. Van egy nagyon-nagyon szép Bendegúz játszótérünk. Kevésbé van belakva. Tudni kell azt, hogy játszóteret úgy lehet építeni, csak önkormányzati területre lehet építeni. Kerestük azt a megoldást, hogy hol lehetne. Volt korábban egy kisebb játszótérre javaslatunk, tervünk, de ott a lakók kérésére egy másik helyszínt kellett keresnünk, és emiatt hogy csúszott a játszótérnek a felépítése. Szeretném elmondani, hogy a buszközlekedésen, és ez mindkét várost érinti, Rendőrfalut is és Kósafalut is, természetesen a KEKO igazgatójával, Hári Ernő úrral át fogjuk beszélni, mert hétvégén nem egészen tökéletes a buszközlekedés, ugyanis ha bejönnek egy városi rendezvényre a belvárosba, nem tudnak a családok sem tudnak, ha nem akarnak autóval bejönni, akkor nem tudnak, meg akinek nincs autója, nem tud hazamenni. Tehát fél nyolc után közlekedés nincs. És napközben is lehetne egy egyjáratot sűríteni, de én azt szeretném, tehát türelmet kérek, és rövidesen, körülbelül egy hónapon belül le fogunk ülni a KEKO vezetőjével. Először szűkebb körben, majd városi szinten, hogy hogyan tudunk javítani a Rendőrfalu és Kósafalu közlekedését illetően. Ami még nagyobb fejlesztés volt, mint említettem, a Szent László körutat, a Mártírok útjától a Nagybani piacig. Tökéletesen jó az út, viszont óriási nagy a forgalom. Tehát ide is, a Szövetség utcához, ahol van a busz megálló, oda is szeretnénk egy gyalogátkelő helyet. Itt már a tervezés alatt van, bízom benne, hogy évvége felé el is készül ez a gyalogátkelő hely. Ami nagyon nagy köszönet a tanácsadó testületem tagjainak azért, hogy sajnos volt olyan, aki szerette volna megszüntetni a Nagybani piacon a egyéni vásárlást. Tehát csak kereskedőknek lehetett volna vásárolni, akik továbbadják a termékeiket, viszont Kecskemét város egész területéről hétfőn és csütörtök reggel 6 órakor több száz ember várakozik azért, hogy ott vásároljon. Sajnos ez egy, nyilván a kereskedők ebből élnek, és ott megvásárolják teherautószámra az áruikat, viszont itt a belvárosi piacon másnap, kedden és pénteken dupla árért árulják. Tehát 2-3 napom volt arra, hogy a tanácsadó testület tagjaival több 100-660 aláírás gyűjtöttünk azért, hogy a közgyűlésen a beadott képviselő indítványt leszavaztassuk. Tehát ez, én azt gondolom, hogy nekem is, mint vásárlónak, meg annak a rengeteg nyugdíjasnak, ez egyszerű embernek, aki kimegy azért az 5 kiló krumpiájé, vagy az a 3 fej salátájé, és nem annyiért veszi meg, mint a belvárosi piacon, ideje van rá, energiát szán rá, és oda szoktak az emberek. Tehát én azt gondolom, és nagyon köszönöm a polgármester asszonynak, hogy mellénk állt ebben ezzel az üggyel kapcsolatban, mert nagyon fontos, hogy ahol élek, a környezetemben van egy Nagybani piac, akkor én ott tudjak vásárolni. A Mercedes gyár felépülése óriási forgalmat jelent a Szent László körútra és a Mindszenty körútra. Tehát hosszú távon abban kell nekünk a városvezetéssel azon dolgozni, hogy hogyan tudjuk a Szent László körutat tehermentesíteni. Hiába van kiírva, hogy 30 kilométeres sebességkorlátozás, az nem elég. Tehát sajnos a rendőrségnek nincs arra kapacitás, hogy állandóan ott legyen és mérjen. A térfigyelő kamera az egy eszköz, azonban azok az emberek, akik oda költöztek a Szent László körútra, mondjuk 40 évvel ezelőtt, tizede volt a forgalom. És most viszont van olyan ház, ami megreped, van, ahol nem lehet ablakot nyitni, tehát főleg a reggeli időszak, csúcsidőszak és a délután az nagyon nagy terhet ró a Szent László körútra. Fölmerült az több alkalommal, hogy
mi a terve a városnak a Halasi úti felüljáróhoz? A Halasi úti felüljáró nem az önkormányzat kezelésében van. Csak a mi területünkön van, de államilag finanszírozott, az állam, a magyar állam fogja felújítani, és Lázár János közlekedési miniszter úr ígéretet tett polgármester asszonynak, hogy az elkövetkezendő időszakban prioritást fog élvezni a Halasi úti felüljáró felújítása. És még a Muszájváros részről nem beszéltünk, ott milyen fejlesztés történt, kérem még erről mesél nekünk. A Muszájváros rész a városrészeim közül a legkisebb. Viszont olyan szerető közösség él a Muszájváros részben, és annyira közel van a belvároshoz, egy élhető, baráti, családi légkör veszi körül aki ott lakik, és az ott élőket. Ami számomra nagyon fontos, hogy például kérték a térfigyelő kamera kihelyezését. Most is van folyamatban, tettünk is ki a Juhász utcára térfigyelő kamerát. Valamint van egy nagyon pici játszott tér a Felső Komárnok utca és a Bodzai utca sarkán, ott szoktunk ilyen városrészi napokat szervezni, és valóban ez egy hát pár százan lakják, viszont nagyon sok az idős ember. Tehát az idős embernek mire van szüksége? A szeretetre, a beszélgetésre, az odafigyelésre. Igaziból egy nagyon picit azok az emberek, akik nem tömegközlekednek, ők úgy érzik, hogy kiszorultak a városból. Nem szorultak ki. Viszont itt azért mondom, hogy például itt is, tehát a bevásárlási lehetőség nagyon minimális. Viszont a bevásárlók, csarnok, bármilyen üzlet, és ezt mondanám a Rendőfalu polgárainak is, hogy az nem önkormányzati hatáskör, azt vállalkozó. Ha vállalkozó felépíti, keres magának telket, és neki megéri, mert sajnos ez volt a probléma a Rendőrfaluban is, hogy volt, először volt vállalkozó, utána volt, hogy melyik bevásárlóközpont épül oda, és a végén, amikor felmérte, hogy ez megéri neki, vagy nem éri meg, vagy nem volt elég parkolóhely, akkor sajnos nem tudta megépíteni a beruházását. Vagy például ilyen a bankautomata kihelyezése. De a többi városrészem tekintetében is szeretném elmondani, hogy polgármester asszony felajánlotta, hogy más pénzintézettel próbál, pénzintézeten keresztül próbál segítséget adni azon városrész lakóinak, akik legalább a csekküket, tehát pénzt tudnak kivenni. Nyilván van olyan, ahol már csekkel be is lehet fizetni, olyan automata is van. Tehát én ezt csak azért gondoltam elmondani, hogy számtalanszor bárhol találkozom emberekkel is, és elmondják negatívként, hogy ebben a városrészben nincs bankautomata, nem az önkormányzat hatásköre. Polgármester asszony és én is próbálok segíteni, de ez nincs ráhatásunk. De is tervezünk gyalogátkelő helyet. Ez is már tervezés alatt van. A közvilágítással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy néhány évvel ezelőtt a Juhász utca minden egyes lámpateste ledes lámpát kapott. Tehát azért kapott most csak 13 lámpatestet Muszájváros rész, mert viszonylag jól ellátott minden utca. Én szeretném még néhány gondolatot elmondani arról, hogy az én képviselői munkám azért tud életben maradni, mert fantasztikus segítőim vannak. Mind a négy városrészből. Akik fölveszik a problémát, jelzik felém, és nekem sokkal könnyebb a dolgom. De gondolok itt például a polgárőrökre is. Tehát a polgárőrséget az önkormányzat finanszírozza, tehát több polgárőr szervezet működik Kecskemét városában, de az én területemen lévő polgárőrök, akik nálunk járőröznek, társadalmi munkában, valóban, tehát ha elmennek valamelyik városrészbe, akkor egy-egy családi házba bedobják, hogy itt jártunk. Tehát tudom azt, hogy nem elég, mert sajnos elszaporodott az, hogy már lépcsőházból kerékpárt lopnak, vagy virágot ellopják. Ilyen volt például a Gizella téren, most felújított, gyönyörű szép Gizella tér tövestől elvitték a rózsát. Mindent nem tudunk megoldani, de nagyon szeretnénk. Hogy megkérdezték tőlem, hogy mivel már 26 éve vagyok képviselő, 98 óta, hogy miért csinálom. Aki engem ismer, tudja, hogy én egy vidéki lány vagyok, aki sokat tanultam azért, hogy
ezt a feladatot megkaphattam, viszont a közülért dolgozni óriási felelősség és szolgálat. Tehát valahogy az életem részévé vált, ez egy megtiszteltetés, és azt mondom, hogy egyre nagyobb kihívás. Viszont ezt a kihívást szolgálattal, szeretettel és alázattal kell végezni. Én tisztelettel vagyok mindenki iránt, és tehát azt a szeretetet, azt a tiszteletet, amit én kapok mástól, én abból töltekezem, és ezt a szeretetet, barátságot, tiszteletet szeretném átadni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és átfogóan képet kaptunk a négy város részben történt fejlesztésekről. Munkájához további sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást.